A három pontért utazunk a Honvédhoz, mondta mérkőzés előtt a kisvárdai vezetőedző, és Boldog Tamás csapata ennek szellemében lépett pályára a mérkőzésnek otthont adó Iloszki Rudolf stadionban. Az első félidőben adódtak lehetőségek a hazaiak előtt, de a gólokat a vendégek szerezték. A 43. percben Sassa, a 44. percben Lukács volt eredményes a 16-oson kívülről, így megnyugtató előnnyel mehetett a pihenőre a kisvárda. Az 52. percben Lanza Fáme 11-esből szépített, de 9 perc múlva Rubus ismét két gólosra növelte a különbséget. Negyed órával később Cukalász lőtt a Honvéd kapujába, majd a 82. percben Gosztonyi állította be az 1-5-ös végeredményt. Úgy gondolom, hogy a srácok szenzációsan játszottak. Nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki a kapu elé, tempóval érkeztünk, többen érkeztünk a boxba, olyan tempóval, amit nem tudott a Honvéd lereagálni, és úgy gondolom, hogy abszolút megérdemelt volt. Az, hogy 2-1-nél úgy gondolta egy-két ember, hogy most beremegünk, hál' Istennek nem történt meg, mert a csapat erősségét mutatja, hogy ezt a mérkőzést mindenképpen meg akartuk nyerni, és azokat a lehetőségeket, azokat a hibákat, amire készültünk, azokat jó használtuk ki jó százalékba, és abszolút lehetett látni, hogy a csapat ma egységes volt. A vezetőedző szerint fontos volt, hogy csapata az ellenfél szépítése után sem változtatott játékán. Az első fél időben is kézbe tartottuk a mérkőzést. Persze az, hogy a végén rúgtuk azt a két gólt, és azzal mentük a fél időre, az szerencsés volt, jó volt. De én biztos voltam benne, hogy ettől nem fogunk megzuhanni, hogy van egy hiba. Ezt mindig is mondom a játékosoknak, hogy hibázni lehet, csak utána azt fejbe úgy kell földolgozni, hogy nem lógatom a fejem, hanem dolgozok tovább. És dolgoztak a srácok kőkeményen, és hál' Istennek az lehetett látni, hogy az a vágy az bennük megvolt a lefújásig. A forduló további eredményei a következők: Ferencváros Kaposvár 5-0, Mezőkövesd Puskás Akadémia 0-0, Újpest Paks 1-1, Debrecen Zalaegerszeg 0-3 és Molfehérvár FC Diósgyőr 1-1. A tabella élén az 53 pontos Ferencváros áll, megelőzve a két meccsel többet játszó 50 pontos Molfehérvár FC-t. A 31 pontos Kisvárda 7. helyen várja a folytatást.